Több mint egy éves vérontás után elhallgattak a fegyverek Szíriában. Ellenzéki források szerint a kormány egyelőre tiszteletben tartja a tűzszünetet, amely ma reggel lépett érvénybe a Kofi Annan nemzetközi különmegbízott által kidolgozott terv értelmében. Az ellenzéki aktivisták azonban kételkednek abban, hogy ezzel véget ért a már egy éve zajló polgárháború, melyben eddig közel 10 000-re vesztették életüket. Szokatlan csend honolt ma hajnalban a török-szíriai határ mentén. Az elmúlt hónapokban a damaszkuszi kormányerők rendszeresen lőtték ezt a határátkelő helyet, ahová menekültek ezrei érkeztek. A tűzszünetet Kofi Annan volt ENSZ főtitkár jelentette be, aki az Arab Liga küldötteként tárgyalt Bashar Assad elnökkel. A megállapodás értelmében a szíriai kormány írásban vállalta, hogy beszünteti a harcokat, és ugyanezt ígérték meg az ellenzéki erők is, mondta a Teheránban tárgyaló külön megbízott. A szíriai ellenzéki vezetők üdvözölték azt, hogy több mint egy év után megszűnt a vérontás, de nem bíznak abban, hogy a tűzszünet tartós lehet. Amint az emberek biztosak a tűzszünetben, újra kivonulnak az utcára tüntetni. Tovább követelik Assad lemondását, a rezsim pedig végül ismét lövetni fog a tüntetőkre, mondta a szíriai nemzeti tanács szóvivője, aki szerint csak a folyamatos külföldi nyomásgyakorlással lehet mérsékletre bírni a szíriai vezetést. A tavaly márciusban kitört felkelésben eddig közel 10 000 ember halt meg a fegyveres harcokban és a kormányerők megtorló akcióiban.